Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy olyan gondolatot hoztam a mai napra üzenetként, amely bárkivel előforduló élethelyzetben megmutatkozhat, problémát jelenthet. Elgondolkodunk rajta, mi a megoldás, mit tartsunk helyesnek. Ez a gondolat pedig az, hogy időnként, amikor emberi kapcsolatainkban nézeteltérések vagy megbántások keletkeznek, akkor ott az ember megbocsát, felejt, mit kezd egy ilyen helyzettel, amikor nem egyeznek, sőt összeütköznek vélemények, nézetek. Vannak sebek, amelyeket nem felejtünk. Bizonyos tragikus helyzetekben gyógyuláshoz vezető út inkább a megtörtént rossznak a tudatosításában rejlik, mint sem annak elfelejtésében. A rossz tehát nem tűnik el, sőt jelen marad. Lassan átitatódhat szeretettel és átváltozhat. Ez a titka az egésznek. Az Ószövetségben azért lehet szó Isten haragjáról, így fogalmazva, mert Isten szeretetét saját népének hűtlensége sebezte meg. A Biblia történelmének legkülönösebb szempontja, ezt fedezték fel a proféták, azon a tényen nyugszik, hogy Isten szeretetével felülemelkedik a haragján. Ózeás proféta könyvében ilyen idézetekből olvashatjuk ezt ki. Népem kitart a hűtlenkedésben velem szemben. Szívem megváltozott bensőmben, és szánakozásom is felgerjedt. Nem cselekszem haragom heve szerint, mert én Isten vagyok, és nem ember. Annak számára, aki megbocsát, a megbocsátás nem más, mint a saját haragjával való küzdelem. A szenvedély, amit érzünk, nem erőszakos cselekedetekhez vezet, hanem egy belső fordulathoz, amely során feláldozzuk az igazság iránti vágyunkat azért, hogy egy lépést tehessünk a másik felé. Izaiás próféta még tovább megy, amikor a titokzatos szenvedő szolga alakját állítja elénk. Így ír jövendőlésében a szenvedő messiásról. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. Az ő sebei által gyógyultunk meg. A keresztények ebben a szövegben Jézus értünk hozott áldozatának előképét látják. Jézus türelme vádlói előtt, a szenvedése Jeruzsálemben tanúsítja, hogy ő nem menekült el sem a szenvedés, sem azok elől, akik megpróbálták csapdába csalni őt. Ahelyett, hogy ő felvértezte volna magát a támadások ellen, Jézus előzetes felkészülés és minden hátsó gondolat nélkül elfogadta azt. Azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azért mondhatta ezt a kereszten, mert a legvégsőkig megnyílt a szeretetre, és elfogadta a szenvedést azok kezéből, akiket szeretett. Ebben az értelemben a kereszt olyan egzisztenciális dimenziót nyer, melyel mindnyájunknak, még a nem hívőknek is szembesülnünk kell. Vagyis, hogy a valódi szenvedést azoktól kapjuk, akiket szeretünk. Ha az ellenségemtől szenvedek, ez úgymond normális dolog. De hogy hogyan fogadhatom el a szenvedést annak a kezéből, aki a barátom, nehéz. Minden szeretett kapcsolat ajtó a sebezhetőségre. Ha ezt szem előtt tartjuk, és nem futamodunk meg ez elől a sebezhetőség elől, akkor felkészíthetjük magunkat a megbocsátás felé vezető útra.